Három visszajátszóval, Dudás Ádámmal, Jármo Ahjupérával, illetve Völgyi Dániellel várta a tavalyi NB1-es Zalaegerszeget a Gyűrétó FC NB2-es csapata, és a balhátvéd ezen megmozdulását szabálytalannak ítélte a játékvezető, és a 11-es pontra mutatott. A második percben a vendégek vezethettek volna, ám Hajdú büntetőit Molnár remek vetődéssel szögletre tolta. Pár perccel később pedig a kapus egy hosszú indítással Dudás Ádámot hozta játékba, aki betört az ellenfél 16-osán belülre, és nem sokkal Devlaszák kapuja fölé lőtt. Lendületbe maradt az Eto, Ahjú Béra gorította vissza Miklós Viktornak, beadása után pedig a játékvezető nagy vonalon továbbot intett. Továbbra is a Gyűrétó FC játszott veszélyesebben, Miklós Viktor szerzett labdát, majd Dudás kapcsolódott be a támadásba. A beátráló védő mögött jól tette tovább, a passz viszont már lesen találta a szlovák korosztályos válogatottat. Igaz, Laszák védte a lövést. Azért az Eto kapuja előtt is voltak események, itt éppen Máté Péter lőtt és Molnár tornázta fölé, majd nem sokkal ezután egy hosszú indításról lemaradtak a védők, nem úgy Balázs Zsolt, aki azonban előtte a labdát a kapu mellé. A 43. percben egy szerencsétlen mozdulat után ismét 11-eshez jutottak az zalaegerszegiek. Látva a korábbi szituációt kijelenthetjük, a hazai pálya előnyével nem lehet vádolni a győrieket. Ezúttal Máté Péter állt a labda mögé, ám a lövése középre jött, Molnár pedig ott maradt, és a térdéről kivágódott a labda. Már a második büntetőt fogta meg egy fél időn belül a kapus. A második játékrészben aztán gólok is jöttek. Egy zalaegerszegi ajándéklabdát Dudás parádésen emelt át Vlaszák fölött, megszerezve a Gyűrétó FC vezető gólját a 48. percben. Miklós Viktor gondolt egyet és lőtt messziről, alig ment el a labdája a bal kapufa fölött. Továbbra is ők ketten Dudással voltak a legaktívabbak a támadások építésénél. Ezúttal Donás Miklós Viktor a labdaútja, Ahjupére várt a középütt, és az 59. percben már is megduplázta az előnyét az Eto. 2-0 után is megvoltak a győrieknek a lehetőségei. Dudás Ádám lövése Vlaszákról jön ki. Aztán egy hosszú indítással Varga Tamás lódulhat meg a kapu felé. Ügyel bajjal, de tisztázni tudnak a védők, nagy zicser lett volna ez is, hogyha ott marad a helyzet. Ismét egy remek indítás, Dudás emeli át Vlaszák fölött, ám pekje van, mert nagyot pattan, és a kapufáról fölé megy. Az utolsó negyed órában aztán szépített az Zalaegerszeg. Bár a második félidei játékukban eddig nem volt benne a gól, egy védelmi hiba után mégis zicserhez jutottak. Balázs Zsolt pedig köszönte és bevágta a léc alá. Németh László szabadrugását ütötte fölé Vlaszák Géza a kapuban. A kékmezesek mindent megtettek az egyenlítésért. Hajdú Norbert a kelletinél egy kicsit többet is. Nem csak a fejét, hanem a kezét is használta ugyanis ennél a szituációnál. A játékvezető pedig második sárgával kiállította. 10 főre olvadva sem szűntek meg a zalai támadások. Két cserejátékos játszott össze. Kocsári tette tovább Pavicevic felé, aki a hosszú sarokba fejelt. Így a 80. percben újra egyenlő volt az állás. A hajrában még voltak lehetőségei a győrieknek, egy szabadrugás után az egyik védőn csúszott meg a labda, így lett az igazán veszélyes, majd a hosszabbítás végén egy remek kiugratásnak tűnt ez a lehetőség, a Vlaszák is jól mozdult ki a kapujából, így az eredmény már nem változott. Gyűrétó FC 2, ZTE 2-2.